Köszöntöm Önöket, ma február 11-e van Bertold és Marietta napja. Ma van a betegek világnapja. 168 éve megszületett Thomas Alva Edison, amerikai feltaláló, aki például a villanykörte és a gramofon megalkotója. 70 évvel ezelőtt ezen a napon Churchill, Roosevelt és Stalin aláírták a Jaltai Egyezményt. Most pedig következzenek a legfontosabb hírek egy-egy mondatban. Megerősítette a határmenti ellenőrzést Magyarország és Szerbia. Budapesten tárgyalt Ivica Dačić szerb külügyminiszter. Még mindig nem tudni, mi okozta a gázmérgezést Sajkás Szent Ivánon. Gyásznapot hirdetett a szerb kormány holnapra az oroszországi tűzesetben elhunyt 6 szerbiai személy emlékére. A szerbia és a magyarországi rendőrség vezetői szerdán délelőtt egy közös sajtótájékoztatón nyilatkoztak a menekült helyzetről. Milorad Vejović, a szerbiai rendőrség igazgatója kiemelte, hogy Magyarországgal, Ausztriával és Németországgal közösen próbálják elejét venni a menekült problémának. Pap Károly, Magyarország országos rendőrfőkapitánya elmondta, hogy megerősítik a rendfenntartó szervek létszámát, illetve fokozott rendőri jelenlétre kell számítani Magyarországon belül is. Szerbia, Magyarország, Németország és Ausztria rendőrsége még hétfőn megállapodott abban, hogy megerősítik a határok ellenőrzését. A belgrádi megbeszélésen a négy ország hatóságai megegyeztek abban, hogy megerősítik az együttműködést. Hétfőn Pap Károly Magyarország országos rendőrfőkapitánya, valamint Milorad Vejović, a szerbiai rendőrség igazgatója is megkezdte az egyeztetéseket és a menekültügyi helyzet részletes feltérképezését. A közös tárgyalások Szerbia és Magyarország között szerdán folytatódtak. Pap Károly országos rendőrfőkapitány szerint az illegális bevándorlók Szerbiára és Magyarországra tranzitállamokként tekintenek. A végcél számukra Németország. Magyarország ezért az eddigieknél szorosabb együttműködést kíván folytatni az osztrák, illetve német belügyi szervekkel. Tüzetesebben ellenőrzik a Bécs felé tartó személyvonatokat, ugyanis sokan próbálnak vasút segítségével eljutni az osztrák fővárosba, majd onnan Németországba. Annak érdekében, hogy ezt a helyzetet tudjuk kezelni, az illetékes megyei rendőrfőkapitányságok létszámban és technikában megerősítésre kerültek az elmúlt hónapokban. A magyar rendőri szervek nem csak a határ ellenőrzés, a határ biztosítása vonatkozásában kerültek megerősítésre, hanem a határ területen növeltük a közbiztonságot befolyásoló cselekmények megelőzése érdekében a közterületi rendőri jelenlétet. 2015 első két hónapjában az eddigi becslések szerint közel 24 ezer személy próbálta illegálisan átlépni a szerb-magyar határszakaszt. A menekültek közel 40%-a kiskorú. Azokat, akiket Magyarországon, illetve az Európai Unió területén tartóztatnak le, repülővel Koszovóba szállítják. A Szerbiában elfogott személyeknek a helyi belügyi szervek munkatársai azt tanácsolják, hogy maradjanak Szerbiában, mivel ők a hatályos törvénykezés értelmében Szerbia állampolgárai. 2009-től az idei év elejéig 60 ezer koszovói albán kérvényezett szerb útlevelet. Sutra će već stići 20 policajaca iz Nemačke sa vozilima koje će imati termovizijske kamere. I pokušat ćemo zajednički da ovaj problem svedemo na jednu minimalnu meru. Zadnjih par dana broj ovih ljudi koji prelaze na teritoriju Mađarske i Srbije na neki način je u opadanju, ali to nije još nešto što možemo reći da je zadovoljavajuće. A sajtótájékoztatón a szerbiai rendőrség igazgatója megerősítette, hogy bevonták annak a Palicsi Hotelnek a működési engedélyét, ahol már hónapok óta folyamatosan illegális bevándorlók tartózkodtak. A Villa Lira üzemeltetésének jogait 2014. szeptemberében vásárolta meg egy albán nemzetiségű férfi. A gyanú szerint egy előre megtervezett szervezett akció keretében a tulajdonos itt szállásolta el a Koszovóról érkező menekülteket. Mindemellett a rendőrség igazgatója a magyarországi kollégájával tartott sajtótájékoztatón kiemelte, hogy a közeljövőben a Németországból érkező hőkamerákkal eredményesebben fogják felügyelni a szerb határszakaszt. Nagyon fontos feladata mind a két ország rendőrségének, hogy a határ területen élőknek a szubjektív közbiztonság érzete negatívan ne változzon a migráció miatt. Ebben a kérdésben is információ cserére kerül sor Szerbia és Magyarország között az elkövetkező időszakban.
A menekült probléma megoldása az Európai Unió számára is kiemelten fontos. Az érintett országoknak a saját törvényeik szerint kell eljárniuk, de nem szabad megfeledkezni az emberi jogokról sem. Összesen 668 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök kedden Csongrád megye déli részén. Az elfogottak közül 630 koszovói állampolgárnak vallotta magát. A legnagyobb csoportot este fogták el Mórahalomnál, ott 118 koszovói állampolgár lépte át illegálisan a zöld határt. A határsértők menedékkérelmet nyújtottak be, ügyükben a Magyar Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal jár el. Budapestre látogatott Ivica Dačić szerb külügyminiszter, a külgazdasági és külügyi minisztériumban plenáris tárgyalásokat folytattak. A témák között szerepelt a déli áramlat, a bilaterális gazdasági lehetőségek, az ukrán helyzet és a Budapest-Belgrád vasútvonal is. Még soha nem volt olyan kiegyensúlyozott az együttműködés Magyarország és Szerbia között, soha nem voltak olyan jók a kétoldalú kapcsolatok, mint most. Ez az eredmény lehetőséget nyit a közös gazdasági növekedésre is. A két országot azonban közös problémák is összekötik, amelyek egyik központi eleme a gázellátás kérdése. Mindketten kiszolgáltatottak vagyunk, mind Szerbia, mind Magyarország. Kiszolgáltatottak vagyunk energia biztonság tekintetében, és azt is szeretném leszögezni, hogy ez nem közép-európai kérdés, meg közép-európai felelősség, hanem európai kérdés és európai felelősség. A Budapest és Belgrád közti vasútvonal korszerűsítésével kapcsolatban a felek megegyeztek abban, hogy április 15-ig elkészítik a megvalósítási tanulmányokat, majd a kínai fél finanszírozási ajánlatot ad, és az idén megkezdődhet a kivitelezés is. Naše ekipe koje se bave ovim pitanjima bi trebalo brzo da završe studije izvodljivosti i želja je i premijera Vučića i premijera Orbana i kineskog premijera da se taj projekat brzo radi. Jer je to onda vidljiv rezultat naše saradnje. A tárgyalás témái között az új határátkelők nyitása is szerepelt a magyar-szerb határszakaszon. Elsőként a régi Röszke-Horgosi határátkelőt nyitják majd meg. Szerbiának is érdeke, hogy minél több átkelő legyen a két ország között, de az illegális migráció és a bűnözés visszaszorítása szempontjából megfelelő legyen a határvédelem. Az éjszaka folyamán további 6 sajkás Szent Iváni diákot vizsgáltak meg az újvidéki gyermekkórházban. A helyi általános iskola összesen 44 tanulója jelezte, hogy a mérgezés valamilyen tünete jelentkezett nála. Dusan Vukovics, a gyermekkórház szóvivője elmondta, a páciensek általános állapota kielégítő. Korábban olyan tünetek jelentkeztek náluk, mint a homályos látás vagy a gyors légzés. Jelenleg várni kell a toxikológiai vizsgálatok eredményeire, hogy megállapítsák a mérgezés okát, tette hozzá a szóvivő. Mi u ovom trenutku sa jedne strane nemamo pravo da spekulišemo, znate mi saniramo stanje, mi lečimo, a dalje to predstavlja predmet istrage jer je zaista obzirom da je ovoliki broj dece bio uključen, to postoji predmet policijskog ispitivanja. A tanintézmény kizárta az ételmérgezés lehetőségét, a Szerbia Gáz közvállalat pedig az iskolai gázvezetékek ellenőrzését követően megállapította, hogy nem történt szivárgás. Svi ljudi iz različitih institucija, napominjem, vršili su pregled i mesto naše zgrade. Kotlarnica je skroz odvojena od našeg objekta gde deca provode vreme i zaposleni. Az ügy kapcsán a tartományi oktatásügyi titkárság képviselete is megszólalt. Ilyenkor legnagyobb felelősség az igazgatók vállát nyomja, ugyanis ők azok, akik nap mint nap bent vannak az iskolákban, látják, hogy melyik felszerelés az, ami kezd elavulni, hol várhatók hibák, milyen felújításra van szükség. Ilyen esetekben az oktatási rendszer alapjairól szóló törvény szerint a község az, aki pénzeli ezeket a dolgokat. Az eset miatt a továbbiakig nem lesz tanítás az iskolában. Már régességen be kellett volna vezetni a Szerbiának a tavaly megkezdett reformokat, így vélekedik Gernot Erler. A német Bundestag szociáldemokrata képviselője szerint reformok nélkül Szerbia nem lehet korszerű és versenyképes ország, és ez szükséges ahhoz, hogy az unió tagjává válhasson. A német politikusa a belgrádi párbeszédek elnevezésű konferencián vett részt a Bundestag küldöttségével, azt mondta, Szerbiának nem lehet semleges közvetítői szerepe az Európai Unió és Oroszország között.
Szerbiának össze kell hangolnia a kül- és biztonságpolitikáját az Európai Unióéval, nem vállalhat neutrális szerepet Oroszország kérdésében. Ezt a német Bundestag képviselője Gernot Erler mondta a szerbiai kormányfőnek. Alexander Vučić ezúttal is megerősítette, Szerbia elkötelezett az Európai Uniós csatlakozás iránt, bár Oroszországgal folytatni kívánja eddigi kapcsolatát. A német fél elégedett a Szerbiában bevezetett reformokkal, közölte a miniszterelnök. Samo pohvalno govore o našim ekonomskim reformama, gotovo bez ijedne zamerke. Uvek postoje političke priče ovakve ili onakve, ali kada je reč o našim ekonomskim reformama, kada je reč o merama koje vlada Srbije preduzima, Nemci su puni reči pohvala. A tavaly bevezetett reformoknak már most van némi hatásuk, csökkent például az államháztartási hiány Szerbiában. Valóban érezhető előrelépés azonban 2016-ban lesz. Mindez az ország uniós csatlakozásához feltétlenül szükséges. Mi očekujemo još snažniju podršku Nemačke za našu zemlju. Mi ne spadamo u one koji traže laka rešenja koja obično nisu rešenja. Mi idemo najtežim putem, ali najboljim putem za Srbiju i uveren sam da ćemo u roku koji sam već pominjao biti dovoljno i uspešna zemlja ili mnogo uspešnija nego danas. A német Bundestag küldöttségét Maja Gojković is fogadta. A szerbiai parlament elnöke elmondta, a megkezdett reformok mellett a legfontosabb cél a jogharmonizáció az EU jogrendjével, még a kormány és a parlament megbízatásának lejárta előtt. A kelet-ukrajnai válság politikai rendezésének lehetőségéről tárgyalnak azon a Minszki csúcs találkozón, amelyen az úgynevezett normandiai négyek képviselői vesznek részt. Angela Merkel német kancellár, François Hollande francia, Petro Poroshenko ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök a nap folyamán ül össze a Fehér Orosz fővárosban. A találkozó tétje óriási, ugyanis a kérdés az, sikerül-e diplomáciai úton véget vetni az eddig több mint 5300 halálos áldozatot követelő dél-kelet-ukrajnai fegyveres összecsapásoknak, és megkezdődhet-e a valódi rendezés Ukrajnában. A rendkívüli csúcs találkozón várhatóan nem születik megállapodás, csak közös állásfoglalást adnak ki az állam, illetve kormányfők. A közjegyzők munkájára is vonatkozik a hivatalos nyelv és írás használat szabályai, hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Tanács. Tehát a magyar nyelv egyenrangúan használható mindazon közjegyzők munkájában, akiknek a székhelye szerinti község vagy város területén hivatalos használatban van a magyar nyelv. A közlemény szerint a polgárok térítésmentesen nyújthatnak be magyar nyelvű magán- és közokiratokat, illetve térítésmentesen igényelhetnek magyar nyelvű közjegyzői okiratokat. A kötelezettség egyebek mellett magába foglalja a fordítás esetleges költségeinek megtérítését is, ha a közjegyző nem érti a hivatalos használatban lévő magyar nyelvet. Sztrájkolnak az Újvidéki Szerb Nemzeti Színház dolgozói, a bejelentett további bércsökkentések ellen tiltakoznak. A tartományi költségvetési ellenőrek ugyanis úgy döntöttek, csökkenteni kell esetükben a bérszorzót, mivel a munkájuk egyszerű nem összetett. Emiatt 2-től 8000 dinárral lesz kisebb a fizetésük. A köztársasági kormány döntése értelmében már így is 10%-kal kevesebbet visznek haza. A szakszervezet azt állítja, konstruktívak voltak a tartományi és köztársasági szinten folytatott tárgyalások, viszont az is világossá vált, hogy a törvényes előírásokat alkalmazni kell. Szerintük kiutat jelenthet a művelődésre vonatkozó kollektív szerződés aláírása, valamint a fizetési osztályokról szóló törvény elfogadása. A sztrájkolók további aktivitásairól és konkrét követeléseiről holnap tesznek bejelentést. Gyásznapot hirdetett csütörtökre a kormány az oroszországi tűzesetben elhunyt 6 szerbiai személy emlékére. Egy munkásszállás égett le, a tragédiában mintegy 80-an haltak meg, közöttük 6 szerbiai építőmunkás. A február 12-i gyásznapról tegnapi ülésén döntött a kormány. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Ellopták a telefonját, a telekommunikációs cég 9000 eurós számlát kézbesítette a szabadkai fiatalembernek. Új dallal jelentkezett a Pannon 5.
Ma bebizonyosodott a média és a közösségi oldalak ereje. 9000 eurót követelt a Telenor telekommunikációs vállalat Nikola Lucsics szabadkai építészmérnöktől, mivel külföldi nyaralása során ellopták a telefonját és barangoló üzemmódban, vagyis roamingban több mint 200 percet beszéltek rajta. Nikola több újságban, hírportálon és a Facebookon is bemutatta történetét. Ennek hatására ma délután a Pannon RTV stábjának jelenlétében telefonon közölték vele a Telenorból, hogy lenullázzák a számlát. Idegesen telefonálgott irodájában Nikola Lucsics szabadkai építészmérnök. 9000 eurót követel tőle egy multinacionális telekommunikációs cég, a Telenor. A fiatalember több mint egy évvel ezelőtt Barcelonában újévezett, amikor a szobájából ellopták a fotós táskáját és a szolgálati mobiltelefonját. A károsult jelentette a rendőrségnek az esetet, és 20 órán belül letiltatta a telefonszámlát is. Ennek ellenére a mobil szolgáltató társaság 244 barangoló üzemmódban lebeszélt órát számolt el Lucsics cégének, a horgosi tiszamenti vízműveknek. Én mindjárt írtam nyilatkozatot, a cég is követeltek, hogy a Telenortól, hogy adjan ilyen telefonos listát, hogy milyen hívások voltak, mikor, és ilyeneket. És hogy akkor kérdeztük őket sok ilyen kérdés, hogy ők nem blokkolták meg ilyeneket, és akkor mikor megkaptuk a listinget, akkor láttuk, hogy a listingen voltak hívások, mondjuk rá 10 órától este, 31-én, addig, ameddig nem volt leblokkolva, szóval 5 óráig délután, január 1-ig. Hosszas egyeztetés után a több mint 1,8 millió dináros számlát valamivel több mint 1 millióra csökkentették. Ezt a cég nem volt hajlandó kifizetni. Mivel emiatt a vállalat összes mobiltelefonját kikapcsolták, a tiszamenti vízművek végül törlesztette a követelt összeget, de a kárt a fiatal építészmérnökre terhelte. Nikola több újságban és hírportálon is megjelentette a történetét, és a közösségi oldalon is megosztotta. Szerda délután jó hírekről értesítették. De onda redovno zvaničnu odluku da otpiše kompletno celokupan iznos, znači negde u prvom cugu je bilo otpisano oko 700 i nešto hiljada, čini mi se da je ostao 1 milion, tako da će sve to biti otpisano. Azóta kerestük a telekommunikációs cég illetékeseit, de egyelőre nem tudták megerősíteni a hírt. Azt közölték, kizárólag a tiszamenti vízművek képviselőjének adnak információt. Magyarország szabadkai főkonzulátusa kihelyezett fogadónapot tartott kedden Muzsián. Ez alkalommal 169-en kérvényezték a magyar állampolgárságot, és 19-en vehették át a magyar útlevelet. Magyarország szabadkai főkonzulátusa továbbra is nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kihelyezett konzuli fogadónapokkal segítsen azoknak, akik az állampolgársági kérelmet csak nagy nehézségekkel tudnák átadni Szabadkán vagy Belgrádban. A kérelmezők között volt Putyora Erzsébet is, akinek gyerekei külföldön élnek. Szeretnék hozzájuk kijutni ezzel a magyar állampolgár, magyar útlevéllel vagy magyar igazolvánnyal, és így, hát ezokból idáig nem bírtam, azért már nem volt rá valóm. Ezúttal is voltak olyanok, akiknek a magyar nyelvtudása még nem elégséges a magyar állampolgárság kérelmezéséhez. Abban az esetben, hogyha valakinek nagyon hiányos a nyelvtudása, vagy szinte nulláról indul a magyar nyelvtanulás vonatkozásában, azt javasoljuk, hogy egy éves intenzív nyelvtanulást követően érdemes neki próbálni a kérelem benyújtását. Magyarország szabadkai főkonzulátusa kihelyezett fogadónapok alkalmával az igényelt útleveleket is kézbesíti. Muzsián Kovács Gábor konzul ez alkalommal 19 útlevelet adott át. Nagy segítsége nyújt a szabadkai főkonzulátus nekünk, mert sok úti költségbe került. Nem csak Múzsjáról és Nagybecskerekről érkeznek kérelmezők, Erzsébetlakról, Szent Mihályról és Lukácsfalváról is. A Nagybecskereki CMH iroda szervezésében ez a 14. alkalom, hogy megszerveztük a kihelyezett konzuli napot. A 14-ből ez a 4. alkalom, hogy Múzsján szerveztük meg. A mai napon 169-en adják át kérelmüket, honosítási kérelmüket itt Múzsján, és mondhatom azt, hogy nem csökken az érdeklődést. A következő konzuli fogadónapot Nagybecskereken tartják meg a Petőfi Magyar Művelődési Egyesület székházában május végén vagy június elején. Az érdekeltek a Nagybecskereki CMH irodában kérhetnek segítséget a szükséges dokumentumok begyűjtésében.
Erotikus pillanatok, csajozós szövegek és humor. Ez jellemzi a Pannon reggeli műsorvezetőinek új videóklipjét. A felvétel jól bizonyítja, mi történik akkor, ha a Pannon fünf kiszabadul a Pannon rádió stúdiójából. Ma reggel a mikrofonnál Bajtai, Kofi, Brasnyó, Csernik és Zeci. Nagyon sokan ébrednek a Pannon Rádió szórakoztató reggeli műsorával. A fiúk most mikrofon helyett kamera elé álltak. Az eredmény igencsak mulatságos. Cserny Kárpádot kora reggel a rádió stúdióban arról kérdeztük, tükrözi-e magánéletét a klip. Azt állítja, nem szokott papírt tenni a mindennapokban, csak ha diétázik. Nem szoktam papírt tenni, a kisfiamnak a kerékpárján életveszélyes mutatványokat mutatok be, nem a kisfiam kerékpárján szoktam ezeket a mutatványokat bemutatni, meg hintázni sem szoktam a kisfiam hintáján kint a kertben. Csak sötétben. A videóban Zvekán Péter, aki nem titkolt üzletemberi ambíciókkal rendelkezik, természetesen a csajozás sem hagyta ki. A Kucsera úgy írta, azt mondta, hogy beletesz ilyen dallamokat, amiket mikor a nők meghallják, akkor így akarva-akaratlanul így elkezdek jönni irányomba. Nekem csak el kell kapnom őket, rohadt egyszerű. Kovi kimaradt a látványos mutatványokból. Azt állítja, fél a rajongóktól. Brasnyú Zoli erotikus táncát viszont nagyon kedveli. Kedvencem az, amikor tényleg a csatornával táncol a Brasnyú a Kucseráik udvarába. Az hihetetlen. Ezt ki kell lassítani, ezt ki kell nagyítani, abból plakát kell a Bravo közepére. Kovács nem es Andor, nem skut is, nem angol. Ő az, aki minden reggel teritrokból hangol. Jöhet neki bunyos bitjú, Gorda Gyuri, Metallica elénekel bármit. Szalai Adrián, a videóklip rendezője, vágója és operatőre, azt szerette volna bemutatni, hogy a Pannon reggelisek mennyire jó barátok, és milyen színes egyéniségek a stúdión kívül is. Tehát láttunk egy jó jelenetet, nálam volt a kamera, aztán felvettük, aztán én amikor vágtam, akkor így rágottam rajta, belekerüljön, ne kerüljön, aztán volt, vagy ha nagyon sok jelenet van, amit nem is akartunk beletenni, de aztán helyet kapott a klipbe. Nagyon szépen köszönjük Szalai Adriánnak a segítséget. Igen, és mindenféle fontos támogatást. A Pannon fünf tudja fokozni a videóban látottakat és hallottakat. Ezt be is bizonyítják minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Mi vagyunk a reggeli, Pannon reggeli, mi vagyunk a Pannon reggeli, mi vagyunk a reggeli, Pannon reggeli, mi vagyunk. A szerb Fed Kupa tenisz válogatott Paraguay együttese ellen lép pályára a kettes világcsoport feltöltéséért sorra kerülő mérkőzésen. A szerb lányok a lehető legkönnyebb ellenfelet kapták, hiszen a lehetséges riválisok között Fehér Oroszország és Szlovákia is szerepelt. A dél-amerikaiak legjobbja a világranglistán 170. helyen álló Veronika Ruig, de a csapatban van még a 939. Montserrat González, a 759. Camila Campiz és a 759. Sara Jiménez is. A két válogatott április 18-án és 19-én mérkőzik meg egymással Szerbiában, a pontos helyszínt később jelölik ki. Eddig tartott a híradó, legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Megerősítette a határmenti ellenőrzést Magyarország és Szerbia. Budapesten tárgyalt Ivica Dacic szerb külügyminiszter. Még mindig nem tudni, mi okozta a gázmérgezést Sajkás Szent Ivánon. Gyásznapot hirdetett a szerb kormány holnapra az oroszországi tűzesetben elhunyt 6 szerbiai személy emlékére. Köszönöm a figyelmüket, ha még több híre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, a pannonrtv.com-ra. Szép estét, a viszontlátásra!